25 sebész és 20 ergoterapeuta érkezett a világ minden tájáról Nyíregyházára, hogy részt vegyenek a József András Oktatókórházban megrendezett Tetrapli konferencia gyakorlati képzésén. 8. alkalommal gyűltek össze az egészségügyi szakemberek, hogy mind a 4 végtagjukra lebénult tetraplék betegek legkorszerűbb felső végtagi rekonstrukciós fogásjavító műtéti eljárásairól és az operációt követő rehabilitációs kezelésekről tanácskozzanak. A József András Oktatókórházat 2010-ben minősítette a nyaki gerincsérültek, illetve az agyérkatasztrófa és a születéskor fellépő oxigénhiány következtében lebénult betegek első végtagi funkciójavító műtéteinek országos központjává az ortopédiai szakmai kollégium. Az egészségügyi intézményben dr. Turcsányi István 2002-től végez fogásjavító helyreállító műtéteket, amelyek akkor még újdonságnak számítottak Magyarországon. Nyíregyházán évente 10 komolyabb műtétet végez Turcsányi doktor csapata. Ezzel a kurzussal is igyekszünk világszerte népszerűsíteni ezt a műtéti eljárást, és nem véletlenül jönnek ilyen sokan, szinte ilyen sokan nem is voltak még, mert összeszámolva olyan közel 50 fő jött el ide Nyíregyházára, hogy ezeket a műtéteket megtanulják. A kurzusra érkezett orvosok és rehabilitációs szakemberek tanulását a jelenleg Svájcban praktizáló svéd kézsebész professzor is segítette, aki a felső végtagi funkciójavító műtétek világhírű specialistája. This patient, they have broken their neck in an accident very often. Nyaki gerincsérültekről van szó, olyan emberekről, akik valamilyen baleset következtében kitörik a nyakukat. Általában fiatalok és autóbaleset vagy sekély vízbeugrás miatt bénultak le. Ezek az emberek tolószékbe kényszerülnek, nehéz beilleszkedniük a társadalomba, de ők is szeretnének teljesebb életet élni. Ezekkel a műtétekkel tudunk nekik segíteni, a függetlenségüket tudjuk valamilyen szinten visszaadni. Ezek után tudnak egyedül étkezni, fogatmosni vagy tisztában tartani saját testüket. Ezeket a műtéteket sajnos kevésbé ismerik az emberek, ezért szeretnénk ezeket népszerűsíteni. Ez az orvostudománynak és a kézsebészetnek eléggé elhanyagolt területe, kevesen tudnak róla, pedig ezeken az embereken lehet segíteni. A sikerek ellenére is elhanyagolt terület. Ezek hosszú és nehéz műtétek, így kevesen választják, mint műtéti eljárást. A Nyíregyházán megtartott gyakorlati kurzuson az orvosokon kívül gyógytornászok is átadták egymásnak tapasztalataikat, hiszen a gyógyító folyamatban jelentős szerepet kap a rehabilitáció.